vagytok, akkor erre forduljatok felé. Hát itt vagyunk Máriusszal. Erre indulunk. Szuper, rajtzónában még van 1-2-3 perc körülbelül a rajtig, és hát elindul ez a nagy utazás. Amennyire mi lesz? A kapu vonalán, meglátjuk együtt. Gyertek, tartsatok velem. Hát hangulatos, szuper. Első válaszunknak még egy óriási nagy tapsot hadd kérjek. Igen, nekünk. Jó lesz ez. Valameddig viszont. És ott áll a rajtzónában, ott állnak az a sok-sok versenyző között. A rajtzenéje elindul. Kedves versenyző, csukva a szemed. Csukva a szemed. És hallgasd a zenét. Rengeteg munka, rengeteg áldozat abban, amit te eddig megtettél. Most itt állsz előttünk, hogy végigmenjél egy úton. Végigmenjél az úton, és menjünk együtt, és csináljuk végig. Csináld végig, nagyon jó lesz. 180, hosszú lesz, nem normál semmit. Gáz a hideg is, nem attól, hogy hideg a reggel, mert 14. Indul, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Elkezdtük innen, nincs visszaút, gyertek! Ügyes leszel! Nagyon kemény. Így és így várunk a célterületet. Ugyanezzel a lendülettel muszolja, hogy gyere, gyere, gyerünk. Menjél! Sokan érte is kiszállítás nektek. Menjél el a határa. A nagyon is kerül. Hatalmas, tényleg nagyon-nagyon hatalmas. Hát már ezért megint eljönni, de tényleg. Mehetek haza, az élmény az már megvan. Na hát innen az Agora Parkból elindultunk, és kezdetét veszi a nagy utazás. A Freddy körforgalom után balról lesz mindig a Balaton, egész végig körbe. Úgyhogy eltévedni olyan nagyon nem lehet, hogyha bal felül van, akkor jó felül van. Itt vagyunk, picivel 3 km után. A tervezett 6.30-as tempót azt tudjuk tartani. A Balaton most, hát nem épp balról, hanem a hátunk mögött van. Még minden jó, ugye? Nagyon jó. Csak meleg van. Most hagyjuk el éppen Tihanyt, amit még nem mondtam el, az, hogy ez a fantasztikus rajt. Nézzük a Tihany. Már a hátunk mögött. Na hát ez a fantasztikus rajt, ez Balatonfüreden volt. És hát nézzétek, mindenki dudál. Hihetetlen, tényleg. Ahogy mondta itt Máriusz, egy gyálog. Na de hát az van, hogy rajta az ugye Balatonfüredről volt, és az északi parton fogunk lejönni, majd a délin valamikor vissza. Mit tervezek? Körbeérni szintidőn belül. Idő nincsen. Időkorlát csak ez a 31 óra. És amit elterveztem, az az, hogy 100 km-ig legalább elérni olyan 10-12 óra alatt, de ugye el tudtátok olvasni. Hát azért ez se csúnya is, milyen infrastruktúra van. Nézzétek. Végig, majdnem végig teljesen bicikli úton szaladunk. Nem tudom, mennyire látszik ott a Balaton.
azt kellene nekünk megkerülni. Európai biciklit fordítja nekem Máriusz. Hát itt vagyunk lassan 5 kilométernél. Még mindig minden rendben, még azért beszélek ennyit, mert még tudok. És hát meleg az lesz, egyedül ettől félek a melegtől. 7 kilométernél első frissítőpont. Sziasztok! Kicsi paradicsom, gumicukor, megyünk tovább. Na igen, a napocska az, ami baj. Levendül a labirintus. Elől Lilába a bácsi megcsinálta az Ultra Balaton. 15-ször? 15-ször. Még egyszer körbefutod. Kétszer, de hogy 15-ször? Nem 16-ból. Tudom. 16-ból? Pillanatra zavarhatom. Hányszor tetszett körbefutni? I'm French. Ah! I finish 15 times. 15 times? It's a 16. Oh. Good luck, good luck! Meg volt közben. 10 kilométer, 1 óra, 5 perc alatt, 6.30-as átlagtempó, pont ahogy elterveztük. Úgyhogy még maradt 200 kilométer, vagy mondhatom másképp, hogy maradt 20-szor ennyi. Jó, jó ez. Köszi! És az első ellenőrzőpont meg is volt, 12 kilométernél. Gyerünk! Hangulat az van, és reméljük, hogy lesz még. Na, meglássuk. Van itt mindenféle. És ott vagyok én. Négy kilométernél. Ez van előttünk. A Balaton. Hát itt vagyunk. 17 kilométernél, amelyet megtettünk 1 óra 50 perc alatt, de hát ez a nap. Jó, mi? Jó, nagyon jó. Meleg, jó meleg. Nem fázunk. Nagyon, nem. Kilométernél várnak minket. Hát itt is vagyunk. Köszi. Veszek magamhoz egy kicsi vizet, aztán megyünk tovább. Na hát most ilyen közel van a Balaton. Árnyékban még nagyon kellemes. Fürdünk egyet? Fürdünk. Majd űrzi, pucin, később egy kicsit, de fürdünk majd. A boldogságtól. A boldogságtól. 285 kiló. Ne. Oh, no, no. Ne. 100. Wow, ne budi déjà. 185 kilométer múlva. És hogy legyen olyan túl könnyű dolgunk. Nézzétek, ott kell felfutni, de hát ez séta lesz. Túl sok energiát kivenne ez az viszonylag eléggé meredek emelkedő. Úgyhogy csak sétálba lazán, ott pedig a Balaton. Köszi. Na háj. Séta. Hajrá. Köszi. Nagyon hangulatos. Valahol itt vagyunk Szánka után. Rég Fülep előtt. Haladunk lassan, de biztosan. Mindenki megállt, mert jön a vonat, úgyhogy tartunk egy nem tervezett kis pihenőt. Hát addig is igaza van Marisnak. Hát itt van egy nem tervezett kis
pihenő, ugyanis jött a vonat, pirosnál meg kell állni. Márius azt mondta, hogy üljünk az árnyékba, igaza van, mert a napon ülhetünk eleget. Azt hiszem, hogy árnyékba szaladok. Megkaptam. Úgyhogy ez így. Mit akkor árnyék? Na hát, itt vagyunk 39 kilométernél. Még a kedv az. Jó? Az erő az. Jó. Velünk van. Nem fázunk. Nem fázunk. Nincs annyira meleg. Hajrá, ügyes. Hajrá, és lépj ki meg világbéke. Világbéke, hajrá, hajrá. Na hát így, így haladunk. Köszi. Köszi. Ja, jó az ismerős ott. Na hát, itt vagyunk 39 kilométernél a Varga pincészetnél. Hát ezt most fogom filmezni, mert lemegyünk a pincébe, kijövünk a pincéből, és valahol itt 40 kilométernél lesz egy hosszabbacska szünetem, mert izzadok, mint valaki valahol, és muszáj, van szilárd kaja, 40 kilométer után, 4,5 óra futás után én úgy gondolom, hogy lehet egyet enni. Na szóval, hamarosan mutatom a pincét. Jól fog esni biztos ez a hideg. Itt palackozzák, itt készülnek a finom kis borok. Nézzétek, hú, itt is mennyien vannak. Annyian legalább mennyire meleg. Kegyetlen. Van egy 20-22 fok most így 12 óra körül, de simán érződik szaladva 30-nak, hogyha nincsen árnyék. De. Egyet csipogtatunk. Köszi! Köszi! Sziasztok! Köszi! Badacsonyos Varga pincészet. De. Hát most fogunk kajálni egyet. És... Hello! Jaj, lépcsők! Kell ez nekünk te? még nincs gond a lépcsőben. Hogy? Milyen jó illat van. Hello! Erre fuss! Hát, ha ezt éreznétek, ugye jó? Hoppá! Na hát, ez a Varga pincészet. Hogyha nem futunk, nem jártunk volna soha itt. Látod milyen? Akkor szaladunk. De nem szaladunk, sétálunk. És... Na ez a rossz. Na de megyünk, hogy együnk egy kevés tésztát. Itt vagyok 40 kilométernél. Eddig minden a terv szerint halad. Most van az a kisebb ebédszünetem. Körülbelül egy 10-15 perc. Hál' Istennek a frissítés is, tervezett idő is, még minden tökéletes. Egyedül a meleg azzal, amit nem tudunk kezdeni. Odafigyelünk a hidratálásra. Remélhetőleg nem lesz ebből probléma. De meglátjuk még. Igazából a tervezett, vagyis a, nem a tervezett, hanem a megadott szintidőn belül vagyok 2 óra. De az igazság az, hogy tudom, hogy a neheze innen jön a forró napon. Szóval megyünk tovább, aztán meglátjuk. Hát mit csinálsz te ott? Nem barom futni sört, jöttél? Barom a sört és a cigit! Na, jó, mert duk, majd a pártel. Jó, majd stáv 2 minúte. Nu mai? Da. Hát, te estep. Nem jel si foarte bine masaj, dacă mai stáv 2 minúte, azt nézem. Na jó. Akkor igen, megválok. Na, akkor innen tovább megyünk. Szuper. Na hát, akkor folytatjuk együtt Máriusszal.
Pacsi! Most a marcsoga! Pacsi! Köszi! Hát, ezeket tényleg érdemes futni. Vagy sétálni most jelen pillanatban. Hát, 43 kilométernél meleget leszámítva, és ezt a kisebb emelkedőt még minden rendben. Azért most még viszonylag könnyű, mikor ilyen szép dolgokat lát az ember, az éjszaka most kemény lesz, ha eljutunk odáig. Viszont ez az északi partja a Balatonnak nagyon hangulatos, és maga ez, hogy mindenki ilyen biciklizik, sétál. Hát érdemes ide eljönni. Mint itt a képletből is látszik, és ott a Balaton. Badacsony után, a Varga pincészet után nagyon sok az ilyen, nézzétek, szép. Az ilyen emelkedő, ereszkedő, úgyhogy mielőtt kikészítenénk magunkat, tempót is inkább visszavettük, sétáljuk kifele az emelkedőt, ezért legyen meg a folyamatos mozgás, de nem futjuk, mert ebbe a melegbe túl sok energia. De hát megyünk előre, mert előttünk a cél. Vagy most a hátunk mögött még. még. Megvan. Hát mondhatni, hogy 50 km verseny egy negyede. Ez a Badacsony utáni rész kegyetlen volt. Meleg volt, sok az emelkedő. Úgyhogy inkább visszavettük a tempót. Szintidőn jóval belül vagyunk, sétálgatunk az emelkedőket, szinte elütöttek valakit, hát sétálgatunk, ahol lehet ott szaladunk, de nem, mivel be akarjuk fejezni a versenyt, így ezt láttuk jónak, hogy inkább visszavenni, meleg van, ugye? Nagy. Majd bine. Lake facem, séta. Facem, séta. Ne cínem de mújna. Úgyhogy megyünk tovább. De amúgy minden jó, nem fáj sem. Még. Hát előttünk egy kis emelkedő, és ott a fák mögött a Szigligeti vár. Kb. 600, trebuie să ajungem până la 6 fără 10. Pacsi, 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 pacsi! Kis aranyosak. Hát az emelkedő után most már lefele szaladunk, hát kényelmesebb minden esetre sokkal. 69 kilométernél itt romantikus sétát folytatjuk Máriusszal, de mutassad, mit tudsz? Hajna! Árad belőled a rettenet, sajnos a fogyókora eltemet, idegroham, hisztéria, extázis és anarchia. Telnek az évek és szétrobbanok, a nagy feszültség nő, na-na-na, rongy életet, mert elmúlik az idő! Igen, de amúgy jól vagyunk, igen, még semmi pokolgé, gond. Pokolgé. Tényleg jól vagyunk. Nem látszik, de jól vagyunk. Itt vagyunk, 71,5 kilométernél kezd helyen. Hát itt nagyba zajlik az építkezés, de még ennyire közel a Balatonhoz nem szaladtunk. Nézzétek! Hú, de nagy! Úgyhogy haladgatunk, de még mindig meleg van. Hát itt vagyok, 79 kilométernél, Balaton szélén. Most már egyedül, mert Marius előre ment. Ő 84 kilométernél tart egy hosszabb szünetet. Én tartottam 73-nál. Most már az érzem. Na de megyünk tovább még ameddig bírjuk, tudjuk, csináljuk. Helyzet? Semmi. Tudod, mi jutott eszembe? Tényleg nem vagyok normális, mert most futottam le két maratont egy nap alatt. Eddig. Úgyhogy, de még jó. Nézzétek, ki fut előttem! Integes hatút! Na, ráfogjuk! Integes!
86 kilométernél vagyunk, de megyünk tovább még. Az történt, hogy a lábamon lett egy viszfolyag, ami nem csodányi kilométer után 87,5, és az kiszakadt. Most pedig várom Mósit, hogy jöjjön hozzon septapaszt, hogy tudjam bekötni, hogy folytassam, mert amúgy jól vagyok, csak ez most így fáj, hogy ér hozzá az okni. Megvan életem első 100 kilométerre, 13 óra, 17 perc alatt. Ahogy mondani szokták, a helyzet nem jó, de nem is tragikus. Hát igazából egy picit kicsúsztam a tervezett tempóból, mert 12 óra alatt akartam leszaladni, de túl meleg volt, úgyhogy nem bírtam volna, ezért most picit visszavettem, de viszonylag még jól vagyok, úgyhogy még világos is van, most besötétedik, aztán, hogy mennyit fogok videózni, nem tudom, de minden esetre még megpróbálok bejelentkezni. De még viszonylag a helyzethez képest tényleg jó, volt pár nehéz pont 50 kilométernél, 90-nél mély pontok, de hál' Istennek, Máriusnak, illetve Orsinak köszönhetően hamar túllendültem ezeken, úgyhogy még érzem, hogy van ebben. Na, gyertek, tartsatok velem, hajrá! Nézzétek, 107 kilométernél. Hajrá, ez az, frissítsetek, urak! Sziasztok, jó köszi. Estét, szia, urak, hello. Frissítsetek, izotóriát, nem érdekel. Százon, hát már régen túl. Hát nem tudom, mennyi fog látszódni. Itt vagyok 117 kilométernél. Ott a Balaton és a túlpart. Már visszafele haladok. Hát voltak mélypontok, voltak nehézségek. Még viszonylag az állapotom 117-nél tűrhető is. Jó azt látni, hogy már csak két jegyű számú kilométer van hátra, vagy biztos így mondják. Na jó, akkor megyek előre. Amúgy biztos szép helyen szaladok, csak nem látszik. Fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Fogalmam sincs, hogy ki vagyok. Fogalmam sincs, hogy miért vagyok itt. De itt vagyok. Jól vagyok. Nem vagyok jó, mert egyedül beszélek. Na, hello! Helyzet az, hogy elhagytam a 130 kilométert. A szintidővel még úgy, ahogy jól állok. Egy óra előnyem van. Viszont ami szomorú az, hogy elkezdett fájni a jobb lábam. Ez nem jó. Picit hüves is van. De remélem sikerül visszamelegednem, illetve ami még szomorúbb az, hogy Máriusz és Elemér vele mondjuk videóban nem találkoztatok. Sajnos fel kellett adniuk a versenyt. Hát szomorú, tényleg szomorú, mert Máriusz nagyon sokat segített ma nekem, és én reménykedtem, hogyha nem is együtt, de a célba találkozunk. De az élet mindig felülírja a terveket, illetve ami számomra nem túl kecsegteti a lábfájáson kívül, az, Janósi is valahol ott van hátul, csak lehagytam, az, hogy már 70 kilométertől nem tudok enni géleket, csak szilárd kaját. Még reméljük az éjjel eltelik, de nappal viszont a melegbe nem tud szilárd kaját enni, úgyhogy fú, nem tudom, mi lesz. 120 kilométernél megpróbáltam egy gélt, de szerintem lesért, már küldték vissza, úgyhogy nehéz lesz. Na de ezt leszámítva még jól érezzük magunkat. Éjjel 4 óra körül járunk, itt vagyok Siófok előtt egy kilométerre,
ez azt jelenti, hogy 149-nél, csillfokon van 150, viszont itt volt egy frissítőpont, és muszáj volt szilárd kaját tegyek, miután rögtön nem tudok futni. Általában kiesételjük egy olyan 5-7 percet, még egy picit tudom megemészteni, de volt egy 15 km, ahol sikerült egy elég jó átlagot kihoznom, és bízom benne, hogy ez még fog menni, csak ez, hogy az emésztésem az nincs épp a toppon, de megpróbáltam enni újból egy gélt 135-nél, vagy 140-nél, már nem tudom, ami lent maradt, úgyhogy ez egy pici bizakodásra ad okot, a többit majd meglátjuk. De még erősnek érzem magam, hát bátor akkor voltam, amikor beneveztem ide. Na, meglátjuk, na. Megyünk tovább. Hát ez Siófok. Túl a 150. Szia! Szia! Köszönöm! Nézzétek, milyen szép. Hát a napfelkeltét ezt lassan megérjük, de ritka szarú vagyok. Bassz. Bocsánat. Hú. Ez kegyetlen. Nem tudom, hogyha össze tudom eszedni magam. Hát most nem vagyok. Fizikailag se vagyok fáradt. Egyedül, hogy a nap kivette az erőmet. Így egyedül erőm nincsen. Még megyek tovább, aztán meglátom. Eddig még 57 kilométerig értem. Hajrá! 157 kilométernél lehetnék jól is, de nem vagyok, és tudjátok mi a vicces? Az, hogy Orsi látott futókat az út mellett állni, és mutatta nekem, és láttam én is. Aztán, amikor odaértünk, egy futó se volt ott. Hát legalább a reggel a szép és hideg. Azért ezt megmutatom, hogy itt is vannak szép épületek. Összességében az útvonallal semmi probléma nem volt, mert gyönyörű, tényleg gyönyörű és nehéz. Egyébként ezt nem mondtam, de hogyha eddig végignézted a videót, és láttad, hogy mennyit szenvedtem, akkor egy feliratkozással támogasd a csatornát. Köszi! 164,5 kilométernél. Basszus, ezt még kimondani is sok. Van egy nagyobb emelkedőnk, ami séta, viszont nézzétek, milyen a rálátásunk a Balatonra, és már igazából akkora táv nincs előttünk, csupán 40, megmondom, csak most rosszul megy a matek, 46 kilométer, még egy maraton, és 4 kilométer. Hát de nézzétek, és valahova oda kell visszaérjünk. Itt megvan ez a köröcske, ez már meg lesz. Na hát, legalább a látvány az szép. Megcsináltam eddig 4 maratont egymás után, egy húzamba. Most kezdtem neki az ötödiknek, de az az igazság, hogy nem tudom mi lesz, mert fáj a lábam, emészteni mindig nem tudok, és egy maratont lefutni kaja nélkül, úgyhogy már előtte futottál 4-et. Hát nem tudom, még talán egy kis esély lesz 71 kilométernél, ha tudok valamit tenni, 171-nél, akkor jó, hanem ez ennyi volt. Most már kezd érződni, hogy jön a meleg is. Nem tudom, hogy akarok ennél jobban szenvedni. Végül is
Úgy jöttem ide a Balatonra, igen, körbefutom. De mivel saját magamot készítettem fel, én úgy voltam, hogyha 160-ig elérek, az már bőven jó. Na most tartok 160, vagyis 160-ig elérek, az bőven jó, és most tartok 168-nál. Na hát, egy kis helyzetjelentés. Kisütött a nap, de jó, hogy nincs meleg, csak 20 fok, és még 9 óra. De ami ennél sokkal keményebb, az az, hogy 170-nél fel akartam adni a versenyt, mert úgy éreztem vége, aztán hál' Istennek Andris és Hósi nem hagyta, hogy megtegyem ezt, viszont volt 50 percen 7 kilométerre, ami így 170 után necces, de hogy én 170 után ezt a 7 kilométert hetes alá hozzam be, 6-10, 6-30, 6-40, úgyhogy még volt egy emelkedő is, hát már ez megérte, úgyhogy innen most már laza út a célig. Hú, de kemény volt, de nézzétek, milyen szép. Na, fiúk, lányok, én 190-nél úgy döntöttem, megállok, mert kész, eddig bírtam. Lábam is fáj, még van egy fél maraton előttem, ezt nem tudom vállalni. Na hát, ilyen lett volna a befutom, hogyha körbeérek, de ez ma 190-ig sikerült. A csalódott vagyok-e? Őszintén nem tudom, igenis meg nem is, mert erőbe bírtam volna, ha ez a lábam bírja, de nézzétek, ez ilyen feszes, ez pedig ilyen puha. Nem engedett meg, bármit csináltunk Korsival, és így 20 kilométert még soknak gondoltam. Na de holnap amúgy, vagy ma, attól függ, milyen hosszú lesz a pihenés, mikor megpihenek, akkor úgyis még egy rövid összefoglalóval fogok jelentkezni. Aztán jövünk jövőre is, mert ide el kell jönni, mert ez itt jó, tényleg jó. A hangulat, a társaság, az emberek, gyönyörű a Balaton. Kell jönni ide. Megyek pihenni. 190 km után azért lehet. Nos hát, ez lett volna az én utazásom az Ultra Balatonon, ezen a 190 kilométeren, amit megtettem. Láthattátok, hogy voltak benne magasságok, de volt sok mélypont is. Az Ultra Balaton az péntektől szombatig tartott, most pedig szerda van, így magamban is sikerült egy picit feldolgoznom ezt a sokkot, élményt, amit ott szereztem. Eltelt 3 nap, de csalódottság nincs bennem, ugyanis én úgy mentem a Balatonra, hogy idén megyek tapasztalatot szerezni, hogyha eljutok 160 kilométerig, akkor már bőven elégedett leszek, ugyanis saját magam próbáltam felkészíteni a versenyre, és úgy gondoltam, hogyha 160 kilométerig el tudok futni, akkor már az jelent valamit. Hát 190 sikerült, és hogyha nincs az a sérülés, akkor, mint ahogy elmondtam, erő volt, szív volt, lélek volt, akarat volt, egyedül egy jobbád légy hiányzott a folytatáshoz. Az utolsó 20 kilométerre még maradt volna 3,5 órám, ami igazából egy sétával is teljesíthető lett volna, de Orsival, a kísérőmmel úgy döntöttünk, hogy ezt biztonságosabb itt egy jó érzéssel befejezni. Hát a verseny az nem volt könnyű. Első mélypont volt 50 kilométernél, aztán volt 110-nél talán, de a legnagyobb viszont 160 és 170 között volt, ami 170. kilométerben teljesedett ki, ugyanis mint elmondtam, én úgy mentem, hogy 160-at akarok minimum lefutni, ez legyen meg, és aztán a többi utána nem fog érdekelni, és ugye egy picit el is engedtem, már én is voltam fáradva, már másnap volt, szombat reggel volt, nem volt erőm, kedvem tovább menni. Én úgy voltam, amikor megjött Andris az autóval egy találkozópontra, akkor mondtam, hogy készen ülök be az autóba, menjünk haza.
aztán ő és Hósi mondták, hogy nem, ezt kell folytatni, és milyen igazuk lett, mert utána én nagyon jól tudtam még futni. De én azt gondolom, hogy ez egy ultratávú, főleg egy ilyen ultratávú versenynél ezek teljesen benne vannak, hiszen olyan dolgokat éltem, megtapasztaltam meg, amiket talán soha az életben nem. Jövőre is ott szeretnék lenni a rajtnál, és hallani az indító zenét, és átérni újra ezt az élményt. Mikor kint voltunk és vettük át a rajtcsomagot, akkor csodálkoztunk, hogy hogy vannak olyan emberek, akik ezt képesek 10-szer, 15-szer, 16-szor lefutni, nem értettem. Aztán azt mondtam, hogy oké, egyszer lefutott, kétszer még lefutott, de hogy 10-szer, 15-szer, viszont ahogy befejeztem, hogy 190-nél megálltam, egybe tudtam, hogy jövőre is ott akarok lenni, mert van egy olyan hangulata, olyan közege, olyan érzésem ennek a versenynek, amit nem tudok másképp megfogalmazni, mint egy Ultra Balaton élni. El kell menni, meg kell tapasztalni, ott kell lenni, át kell érezni és élni, mert ez tényleg hihetetlen, ami ott van ilyen. Most is feláll a szőr a kezemet, hogyha visszagondolok, akár egyénibe, de hogyha ennyire elmetemültem vagy, akkor csapatban is egy hatalmas, életre szóló élményt tud ez adni. A szervezők mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat, hogy meglegyen mindenünk, hogy ne kelljen hiányt éreznünk semmibe, úgyhogy egy ilyen méretű versenyt lemenedzselni le a kalappal, szerintem, ha voltak is hiányosságok, én személy szerint az ultratávon azt annyira nem éreztem, meg volt mindenünk, minden frissítőpontnál nagyon segítőkészek voltak az önkéntesek, biztattak, jókedvűek voltak még akkor is, hogyha már lehet, több órája ott voltak, már ők is fáradtak voltak, úgyhogy a szervezés számomra csillagos 10-es, és hát nem maradt más hátra, mint egy picit beszéljek arról is, hogy mivel jár egy ilyen Ultra Balatonra, ultratávra való felkészülés, nagyon sok lemondással, nagyon sok áldozattal, nagyon sok idővel, és természetesen én futottam, viszont ez egyedül nem ment volna, hiszen ott volt a felkészülés. Heti 10-13 óra futást tett hónapon keresztül, ami azt jelentette, hogy ezt az időt máshonnan ki kellett szorítsd. Családtól, munkától, barátoktól, mindenhonnan. És ugye nem csak a futásportot, hanem ott volt mellette a nyújtás, ott volt a hengerezés, ott volt a torna, ott volt a masszázs. Ez heti több 15-18 óra is akár, de ezt másképp nem lehet csinálni. Aztán, ha a felkészülés meg is van, akkor még mindig ott van a verseny. Azt kilogisztikázni, hogy ne is fussál egyedül, mert biztos vannak olyanok, akik le tudják egyedül is önerőből futni. Én még nem érzem képesnek magam erre, úgyhogy nekem volt egy biciklis kísérő Magyaros Jófél személyében, akinek innen is hálás köszönet, hogy ott volt, nagyon sok mélypontból kihúzott. Szerintem, sőt nem szerintem, hanem ő gondolkodott helyettem, én csak futottam, elmondtam, mire van szükségem, vagy épp mit érzem, aztán Orsi ugye volt, tudja, oldja meg a helyzetet, hát ezt mindig megoldottam. Aztán ott volt Andris, aki autóval odajött, akkor jött, amikor mondtuk, egy telefonhívásra már is indult útnak, de ebben az eredményben, ebben a 100 kilométerben talán akik legjobban részt vettek, az a család, mert ugye tőlük veszed el az időt, ők látnak sokszor szenvedni, ők láttak sokszor elfáradva, sokszor kedvetlenül. Én köszönöm, hogy tőlük is mindenféle támogatást megkaptam, illetve a barátok, ismerősök, futótársak, akiktől nem csak a verseny előtt, hanem verseny közben is megannyi üzenetet, videóüzenetet kaptam, hogy menjek, csináljak, és ezek nagyon sokszor erőt adtak. Szóval elmondhatom, hogy ez egy igazi csapatmunka, a futáson, ha egyéni sport, de valahol mégsem. Én csak azt tudom mondani, hogy jövőre újból bekifutunk, aztán meglátjuk, hogy jövőre mi lesz. Remélem, hogy a videót azt élveztétek, hogyha igen, és még nem vagytok feliratkozva, akkor megkérlek, ezt tegyétek meg, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, hogyha futócuszra van szükségetek, akkor topforrunning.pro, topforrunning.hu, Tihamér promókóddal 5% kedvezmény majdnem minden termékre, maradjatok egészségesek, vigyázzatok magatokra,
Sziasztok! Árad belőled a rettenet, sajnos a fogyókora eltemet, idegroham, hisztéria, extázis és anarchia. Tellek az évek és szétrobbanok, a nagy feszültség nő, na na na, rongy életet, mert elmúlik az idő!